Sok harmadik kerületi lakos várta a budai fonódó megépülését. Sokakkal magam is értetlenül szemléltem, hogy Láng Zsolt, másik kerületi fideszes polgármester miért akadályozta sokáig ezt a beruházást, de örülök neki annak, hogy ez valóban sikerült, és átadták a forgalomba a villamos szakaszokat. Természetesen, ahogy ez lenni szokott, számos probléma, számos lakosság panasz érkezett a felújítás, illetve a beruházás kapcsán. Ezennek a tapasztalatot szeretném megosztani önnel. Néhány példát csak hadd mondjak. A Margit kórház és a Selmec utcai megállók a Bécsi úton, itt a peronokat nem magasodták meg a többiekhez hasonlóan, a hibás aszfaltot nem cserélték le, és nem kerültek kialakítására első védett várakozók, nincsenek védőkorlátok, tolókocsival nagyon nehéz a mozgás. Ez azért nagyon lényeges, mert még egyszer mondom, hogy a Margit kórházhoz köthető szakaszokról van szó. Amikor megkerestük a BKK-t, ők azt mondták, hogy hát itt nem lehet ezt a megoldást alkalmazni, de érdekes módon, hogy más hasonló adottságokkal rendelkező útszakaszon pedig sikerült. Nagyon sok helyen hullámzó a felszereltsége maguknak a megállóknak, sok helyen hiányoznak például a megvilágított információs vitrinek. Különösen fájó a Bécsi úti végállomás kiépítetlensége. Jelenleg csak nagyon apró betűs menetrendi tájékoztatóról lehet megtudni, hogy éppen a bennálló két villamos merre megy, ami azért nem túl jó dolog egy olyan megállónál, ami végállomás, egyben induló állomás is. Nagyon sok a torlódás is, és ezeket a torlódásokat úgy tűnik, hogy egyetlen szakaszon sem sikerült felszámolni, sem a Kolozsi téri, sem pedig a Bécsi úti szakaszon, ami pedig nagyon nagy nehézségeket okoz. Kérdezem ezért a miniszterot, vagy államtitkárot, aki válaszolni fog. Látják ezeket a felmerült problémákat, illetve várható-e a beruházás korrekciója annak érdekében, hogy a fonódó villamos valóban betölthesse a szerepét a harmadik kerület lakosságának életében? Köszönöm, hogy meghallgattam. Megadom a szót választva Tasó László államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönettel vettük képviselő úr jelzéseit és a tapasztalatára szóló tájékoztatást is. Mindenképpen tolmácsolni fogjuk a fővárosi önkormányzat felé, hiszen hatáskörrel és lehetőséggel ők rendelkeznek, de természetesen egyébként is figyelembe veszik a közlekedők véleményét, és valóban így van, beépítjük a következő intézkedéseinkben. Természetesen tartjuk attól függetlenül, hogy egy ilyen nagy beruházásnál az első stádiumban, az első időszakban vannak problémák és vannak gondok, amelyeket később javítani is kell. Mindenképpen fontos azért visszatérni egy kicsit az időben, és emfelelkezni el arról, hogy azért 2007 és 2013 között a kohéziós alapnak az összes forrását Budapesten a 4-es metróra kellett költeni. Más, ugyanilyen, mint ez a fonódai beruházás, fontos fejlesztés elmaradt, nem maradt már rá forrás. Itt is a befejezéséhez a műszaki tartalomban kompromisszumot kellett kötni, és csökkenteni kellett a műszaki tartalmát, hogy egyáltalán használható legyen a beruházás, hogyha elkészül. Ahogy említette is, ettől függetlenül a Selmeci utca és a Margit kórház közötti peronnak az átépítése nem is volt benne egyébként a tervben. Valóban igaz, meg lehet csinálni és meg lehet oldani a peronszélesítést úgy, hogy az útpályát áthelyezzük és átépítjük, és megszüntetünk egy forgalmi sávot, de ez egy drágább műszaki megoldás lehetne, mert a sineket is át kellene helyezni, és most pillanatja nincsen rá forrás. Hát a lényeg, hogy ennek benne kellett volna lenni a 2007-13-as ciklusban a forrás mezőben magyarul, és nem lett belerakva. Viszont arról mindenképp tájékoztatom, hogy az integrált közlekedés fejlesztés operatív programnak a listájába szerepel a külső Bécsi út villamos megépítése és az út meghosszabbítása. A vonal az Aranyvölgy állomásig elmenne, mindenképpen elérde, és ezzel is tudnánk segíteni a torlódásnak a csökkentésén. A Kolozsi térnél 16 április 30-a után lehet arra számítani, hogy a zsúfoltság csökkenni fog, mert oda fogunk érni a beruházással. És ami fontos, hogy bármilyen hiba is van benne, igyekszünk megvalósítani, tehát amit mi elkezdünk, önök ellentétben be is fejezzük, még Budapesten is. Köszönöm szépen a figyelmét! Száva István.